A Neverland, avagy felhasználó név Peter Pan című musical sajtótájékoztatóját tartották Soroksáron, az otthon közösségi házban. A sajtóeseményt a főszereplők rövid előadásával kezdték, majd a darab rendezője Genetheim Richard osztotta meg a művel kapcsolatos legfontosabb információkat. Maga a váz abból épül föl, hogy Peter és Wendy, gyertek közben, üljetek le, bekerülnek a játékba egy varázslat során, hiszen kifigurázzák azokat a szabályokat, amiket a szüleik a számítógép használatról elmondanak nekik, és ugye pontosan ezek a legfontosabb dolgok, hogy kivel beszélgetünk, hogyan beszélgetünk, illetve hogy magát a számítógépet milyen szinten használjuk, és hogy egyáltalán milyen veszélyei vannak magának a számítógépen keresztüli ismerkedésnek. Ugye a darab az nem akar okítani, és ez nagyon fontos, mivel a Glob Produkciós Egyesületnek is, és a Glob Társulatnak is célja, hogy a fiatalokat egyaránt, és az időseket egyaránt megszólítsa, és ez a darab tulajdonképpen eléggé fontos momentuma az Egyesület és a Társulat munkájának egyaránt, hiszen igyekeztünk úgy fölépíteni magát a darabot, hogy megfogja mind az idős korosztályt, mind a fiatal korosztályt, a gyerekeket, és ne okítson, hanem valamilyen szinten tanítson, de nem ráerőszakolni akarjuk a gyerekekre a szabályokat. Ez szimplán egy bemutatás, egy pici megismertetés ezeknek a szabályoknak játékos formában. És ugye a Pán Péter mese keretein belül valósul ez meg, hiszen van egy Peter Panünk, aki a játékban Peter Pan, és van egy Wendyünk, aki, mint ahogyan a mesében is belekerül, egy mesemondó lány lesz a kalózhajóm. Most ezt úgy oldottuk meg ebben a mai korban játszódó darabban, hogy Peter és Wendy egy-egy angol gyerek, akik egymással játszanak a számítógépen keresztül, egy ilyen tucatnyi ilyen játék van, ilyen szerepjáték oldalon, és egyik este, amikor elkezdenek beszélgetni, szígyek a szabályokat, és belekerülnek ebbe a játékba. Tehát így helyeztük őket a Pán Péter mese helyszínébe, és van Huk kapitány, aki jelen esetben a gonosz. Ő az, aki itt a játékon belül vadászik a gyerekekre. Tehát egy ilyen burkolt formában már egy veszélyre felhívjuk a figyelmet. És ez szépen a darab végére rengeteg bonyodalommal, tehát azért itt a gyerekszerelem is feltűnik, és feltűnnek olyan általános problémák, hogy egymással hogyan beszélünk. Egyáltalán az, hogy ismerkedünk, hogy mennyit tudunk meg a másikról kamerán és mikrofonon keresztül, hiába beszélgetünk velük. Ez mind-mind kiderül ebből a darabból, és próbál arra terelni minden gondolatot, hogy egy picikét óvatosabban álljunk hozzá ehhez az ismerkedéshez, vagy ehhez a játékhoz. És hát természetesen meghagytuk a Pán Péter mese fő karaktereit játék karakterekként. Benne van Mr. Smee, aki jelen esetben kapitány, Huk kapitány szolgálója. Akkor benne maradt természetesen Peter Pan venni, Millicent néni, aki egy úri dáma, őt Abonyi Beáta játsza, és bocsánat, itt nem mondtam közben, Mr. Smith, Szabó Achilles alakítja. Benne maradt Tigris Lilium, aki az Indiának a leánygyermeke, őt szabadítják ki a kalózhajóról, őt Szonda Sára alakítja. És a két főszereplőt, Peter-t, Haraszti Botond, illetve Wendyt, Pap Szonya. Jó magam, Huk kapitányt játszom ebben a darabban. És ami még szintén fontos, hogy egy párhuzamot hozunk a való világ és a játék között. És a való világban is vannak olyan dolgok, amiket sajnos nagyon sokan rosszul kezelnek, vagy nagyon sokan túl könnyelműen vesznek, és túl könnyedén, tehát átgondolás nélkül döntenek egy-egy dologról emberek. És ezt is egy kicsikét kihangsúlyozzuk ebben a darabban, mind a szülők részéről, mind egy féltő nagynéni részéről, mind a gyerekek részéről. Maga a darab tulajdonképpen egy játékban játszódik, és
a díszletet is igyekeztünk ehhez igazítani, tehát itt egy 3D-s vetítést tervezünk, különböző vásznak segítségével, tehát egy eléggé látványos előadásra készülhetnek a nézők. Mint látható, a térkép is megjelenik, amit a gyerekek annyira már ismernek, hogy tudják, hogy miről van szó. És átadnám a szót Haraszti Botonnak, a díszlet tervezőjének, hogy pontosan milyen helyszíneket álmodott meg. Úgyhogy most tiéd a szó. Pontosan nem tudom, hogy ebbe a vetítésbe mik vannak beletéve a díszletekből, de nagyon-nagyon sok helyszín van az eredeti játékból, az eredeti rajzfilmből, filmből is. Már a darab szerint. A háromdimenziós vetítés pedig igazából nem én, hanem az igazgató úr álmodta meg. Én magát a díszletnek a felépítését és a vetítésnek a kinézetét, megjelenítését iklettem meg. Igen, és most kérnék egy változtatást. Tulajdonképpen ilyen elemekről van szó, mint ami itt is látható. Tehát egy abszolút játékhoz igazított vetítésről van szó. És amit még én itt kiemelnék, a jelmezetben is igyekeztünk arra törekedni, hogy minél közelebb hozzuk ezt egy játék világához, illetve egy játék jellegéhez. A sajtótájékoztató után a Neverland rendezője arról is mesélt, honnan jött az ötlet, miért éppen ezt a darabot választotta, az ötlet megszületésétől az ősbemutatóig milyen szakaszokon ment keresztül a tervezés és a szervezés. Én eredetileg egy teljesen egyszerű családi darabot szerettem volna csinálni, ami egy mese musical lesz, de nem találtam megfelelő anyagot hozzá, illetve nem találtam megfelelő mesét. És akkor gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen miért csináljak egy teljesen egyszerű családi darabot, mikor 3 méterenként ebbe botlok az utcán, hogyha a belvárosban végig megyek. Miért nem csinálok valami olyat, ami új, modern és szól is komolyabb témákról, és akkor én megtaláltam magát a Neverland mesét, és megszületett az ötlet. Ez egyébként egy plakát segítségével született meg. Álltam a villamos megállóba, elnéztem jobbra, és vannak ezek a busz megálló plakátok. És ránéztem, és volt ez a Neked 8 kampány, ránéztem, és akkor ugrott be, hogy és megvan. Tulajdonképpen utána beszélgettem az egyik kolléganőmmel, és ő is ezt a témát ajánlottam, mert beszélgettem vele erről, hogy én erre gondoltam, neki mi a véleményet, tehát azért ki szoktam kérni mások véleményét. És utána belekezdtem az írásba, tehát megszületett a nyitány, elkezdtem írni a szövegkönyvet, ugye a dalok folyamatosan változtak, tehát ugye amit én megírok a scriptben, az nem biztos, hogy ugyanaz lesz a darab végére, tehát megszületett a darab zenéje, megszületett a történet, és itt szépen lassan fölépítettem a karakterek jellemét, fölépítettük közösen utána az olvasópróbáktól kezdve a fontosabb momentumokat, hogy kinek mire kell odafigyelni, rajzoltuk egy kicsikét, színesítettük ezeket a karaktereket, árnyékoltabbak lettek, és ezeket az úgynevezett szerepíveket, ezt nagyon szeretem alkalmazni, hogy egy darabnak a rendezés olyan, mint egy boltív felépítés, és ez egy karakterekre is igaz, tehát egy boltívet kell színes téglából építeni, úgyhogy harmónia legyen. Ez kezdődött el tulajdonképpen december végén, és most már így az ideg összeroppanás szélén, március vége felé azt mondhatom, hogy egészen jól állunk, tehát sokkal jobban állunk, mint én azt terveztem. Tehát már az összpróbák zajlanak, és még rendelkező próbáknak kellene lenni, tehát eléggé jól haladunk, és most a következő 2 hétben következik be az, amit én úgy hívom, hogy kollektív ideg összeroppanás, hogy színpadra kerül a darab, bejönnek a jelmezek, bejönnek a díszletek, egyáltalán most kerül ki a szövegpéldány már a kézből véglegesen, tehát úgy, hogy súgó nélkül, és most derülnek ki azok a hibák, amik a próbaszínpadon nem derültek ki, de majd itt a nagy színpadon hát sajnos ki fognak tűnni, és ki fognak lógni a könyvlapjai közül, úgyhogy most ezeket fogjuk szemlézni és javítgatni. Kik a partnerek, kik a támogatói a darabnak? Igen, a fő partnerünk ebben az évadban már az Otthon Közösségi Ház. Jelenleg ők adnak teret mindegyik darabunknak. A Klubnetszet Egyesületet hadd említsem meg, akik próbahelyen támogatnak minket, ugyanúgy az MNVKS Egyesület, és nagyon jó
partner kapcsolatot ápolunk velük is, és amiben tudják, ők is támogatják a munkánkat, tehát egyfajta társszervezet vagyunk. Tehát mi támogatjuk őket esetenként színházi egyel, kuponért vásárolhatnak színházjegyet, ők pedig próbatermet adnak nekünk, tehát ez egy jól működő egyesség. Az otthon közösségi ház pedig folyamatosan teret ad az előadásainknak, tehát ez egy óriási segítség, hogy van egy fix játszóhely, amire tudunk tervezni, és ez az otthonunk, így az otthon közösségi ház most ebben az évadban. Mi alapján választotta ki a musical szereplőit, és mit lehet róluk tudni? Tulajdonképpen ezek a karakterek, egy-egy karakter már egy-egy emberre íródott. Ugye Haraszti Botond nekem nagyon régi tanítványom, nagyon régi, 3-4 éve, és már alapból rá lett írva ez a karakter. Papszonya később csatlakozott a darabhoz, tehát a karakter nem kifejezetten rá lett írva, de voltak benne módosítások, tehát igazából a szereplők jelleméhez igazítottuk ezeket a különböző karaktereket, a Petert is, a Wendyt is. A mellékszerepeket ugye annyira nem, de ők egy casting során, illetve a próba folyamatok alatt, amikor én egy másik előadást rendezek, akkor is van olyan, hogy azt mondom, hogy te figyelj, próbáld már meg ezt, mert esetleg jól működhet, és így kerültek ki választásra a szereplők, de mondom, hát a szereplőgárda 90%-a már megvolt, mikor még a darab készen volt, és már kim volt a színlap, hogy ki fogja játszani ezt és ezt a szerepet, és még nem volt darab. Tehát ez nagyon jó, hogy a társulat úgymond fix, és nem utólag kell castingolni, hanem tudom, hogy kire gondoljak, és hogy pontosan milyen szerepekkel tudom esetleg őt megcélozni. Ez egy nagyon nagy előny, és így könnyű darabot írni. Ha már szóba került a Globe társulat, egy picit mesélne nekem erről is? Tulajdonképpen 2014-ben kezdtünk el úgymond dolgozni, akkor a Carmen Nemo Opera című előadást, ami egy érdekesség volt. Ezt levettük műsorról, és utána elkezdtük a prózai és a zenés musical és opera játszást. Azóta konkrétan már egy egyesületünk is van, tehát hivatalosan és úgymond professzionálisan is működhet a társulat, és fő célunk, hogy egyáltalán magát a színházat terjesszük, és ne csak egy-egy nagy színházban lássanak nagy musicaleket a nézők, hanem esetleg az otthon közösségi ház színpadán vagy vidéken. Tehát nekünk az idei évadban még ezen kívül lesz egy opera bemutatónk is, és egy prózai bemutatónk is, ami egy krimi lesz. De mindenféleképpen igyekszünk szélesíteni a repertoárt, és bátran vágunk bele más műfajokba, tehát ez egy univerzális társulat, én ezt így hívom. Tehát jóformán mindenféle műfaj megfordult nálunk, az operettől kezdve az operán át a mozgásszínházig. Úgyhogy tulajdonképpen azóta működünk, és nagyon remélem, hogy nem fogunk megállni még jó pár évig, úgyhogy ez a cél. A Neverland, ahogy felhasználó név Peter Pan című musicalős bemutatója április 8-án lesz a közösségi házban. Hány alkalommal nézhetik meg az érdeklődők, illetve úgy tudom, hogy CD-n is megvásárolható majd. Igen, a CD az még egy óriási teher, még azt is el kell készítenünk. Ugye a következő 3 hétben a CD az várhatóan a premiérre fog megjelenni, és az előadások előtt lehet majd kapni, és az előadások szünetében. Lehet, hogy ez egy kicsit csúszással lesz, tehát ez a főpróbák munkájától függ, hogy ott mennyire kell teljesíteni, és hogy ott mennyire tudjuk ezt még beékelni az amúgy is rengeteg teendő közé. Ezen kívül egyébként a premiéren kívül 9 alkalommal fogjuk játszani április 14-én, április 17-én 2 alkalom a dupla előadása, 9-én dupla előadása, rögtön másnap a premier után, kellemes lesz hangilag. 23-án lesz utána szintén dupla előadás, és 30-án dupla előadás. Lehet, hogy kihagytam egy dátumot, de összesen 10 alkalommal játszok április hónapban a premierrel együtt.